Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és jöjjönek is Battlefield Hardline single player. Miért is? Mert a Visceral Game azt ígérte nekünk, hogy egy nagyon jó single player fogunk kapni. A Visceral csinálta a Dead Space sorozatot, és valahol reménykedem, hogy valóban, és igen, direkt így akarok, direkt bele akarok kötni, hogy lássuk, hogy a Battlefield single playerek terén felnőtte már addig, mint versenytársai. Gondolok itt Call of Duty-re, mert őszintén legyünk, hát Call of Duty-nak jó single playereik vannak, és kíváncsi vagyok, hogy most a Visceral Game, ha téma terén nem ismer, mert abban biztos vagyok, hogy téma terén nem, mivel már tudjuk azért az alapkoncepciót a témáról. Így. Itt lényegtelen beszélgetés van, úgyis lefordítom hamarosan. Tehát lényegtelen, hogy milyen ott maga a játék témája, biztos, hogy nagyon egyszerű, ugye mocskos zsarú, jó zsarú, rablók, stb. És az egésznek a végén lesz egy hatalmas fordulat, meg én sem tudom, hogy mi az. De én itt a főszereplő, Mendeznek hívják, akit mocskos zsarúnak titulálnak, de hát olyan babarca van szegénynek, hogy kár lenne börtönbe rakni, úgyhogy majdnem biztos, hogy valami oknál fogva ki fog derülni, hogy ő még került börtönbe. És jöjjön a Pulp Fiction, az az első rész neve, ezt láttuk trailerben, ezek itt leállnak beszélgetni kajákról, melyik nemzetnek jobb a kajája. Némileg leszűkítve a listát egy ilyen kisebb ilyen rasszista fajta beszélgetésre, úgy érzi az ember, de biztos Miami-ban ez a divat. Tehát itt egy kubait akar enni, a másik pedig mit tudom én mit akar tenni, úgyhogy gyakorlatilag eléggé ócska beszélgetés, és teljes mértékben haj az a ponyva regényre. Lényegtelen, miről beszélnek, az a lényeg, hogy lekopiztak egy jelenetet a ponyva regényről, csak itt nem Big Macről beszélnek ezek, hanem kubai kajáról, meg nem tudom miről. Úgyhogy lássuk, hogy mit szolgáltat. Szerintem sokan láttátok, hogy mi lesz a trailerben. Betörünk és elintézünk pár rossz fiút. Ja, kopogni is kell az ajtó, még mielőtt ugye elfutnának, mert miért futnának el, mikor már bekopogunk is, és azt mondjuk, hogy polisz, föl a kezekkel, bekopogunk, tehát annyi idő alatt 62-szer kiugorhattak volna azon az ablakon. Jöjjön akkor, ima az elsőbe ki. Jó, van, rendben. Mindjárt letartóztatunk. Kussoljál már. Ja, ne szóljál be, hülye gyerek. Nézzetek, milyen mérges szemekkel nézi, amíg egyet nézze, le is lőnek, hülye gyerek. Na, jó, egy megvan, téged is letartóztattak még, és egyelőre semmi okom lé, semmi bizonyítékom, és egy házkutatási parancsot sem mutattam be, hogy egyelőre csak bérgyilkosok vagyunk. Na jó van. Kussol, Ribant! Téged is megöllek, te meg ne lövöldöz úgy össze-vissza. Hát, az áttűnt a falon. Mi a pölcs? Az hova tűnt? Mi? Wow. Ez igen. Na, leszámolás kis Tokióban. Természetesen minden filmben mindig így van, hogy a rendőrök betörnek egy helyre. És találnak nagy semmit. Ó, csinos nő személy. Why we got wallet ID? Ó, vajon mit találhatna a földön? Szóval az ilyen klisés párbeszédektől kiüljön meg az Isten minket. Ó, oda néz. Ó, a rendes gyerek hozott kaját nekik. Persze, mindig kaját hoz nekik a rossz fiú. Na, utás van. Hova? Ó, persze, ugorjak is ki. Rendszám nem, rendszám egy nagy fekete izé. Jaj, jó van. Már is belevetjük magunkat az első üldözésbe, egy hülye zene kísérletében. Ó, a vezetés nem az erősségem, srácok volt. Ez a kocsi úgy magától? De hál' Istennek bevárt minket, nem menekül annyira, tehát azt akarják, hogy el legyen kapva. Vagy gondolnak az ilyen béna vezetőkre is, mint én. Tök kemények vagyunk. Ki is fogok lőni az ablakon? El lehet tudni civileket? Nagyon kemény, mert elő van renderelve az út nekünk. Igaz, hogy jól elrejtik, hogy merre kell menni azokkal a kocsikkal, de jól eredik, ugye, amelyen balesetek történnek előttünk, de annyira kiszámítható ez eddig egyelőre. Ja, amúgy
Nagyon izgalmasan indul, ugye? Eddig a single player. És előbb-utóbb csak elkapjuk azt a gyereket. Jó, jó. Ó, még jó, hogy tudok driftelni. Szerencsére játszok. Oh, oda néz! Oda néz, fiú! Persze, biztos, hogy kilőtte. Természetesen össze kell törni a kocsiját. Mert az fontos, hogy összetörjön a kocsija. És természetesen most a rossz fiú túléli. Éppen, hogy... Na, még... Így van, kirángatom a kocsival. Nem elég, hogy eltört a nyaka, még a nyakától is megfogom és letartóztatom. Na, üdvözöllek a Hardline prológiában. Fantasztikus indítás. Már is lelőttünk 10 filmes klisét, amivel még fantasztikus... Sajnok is lesznek benne. Na, amiben fantasztikus jelenet sorozatok. Ja, kell, minden filmben kell legyen egy Martinez, ja, Harrington is kell, hogy legyen. És egy Bird nevezetű. Eddig megvan minden klisé, aminek lennie kell. A cowboy kalapos, a Martinez nevű, hogy kell legyen egy mexikói valaki, aki természetesen a rendőrkapitány lesz, hogy ne legyünk túl rasszisták, hogyha már a kajájukat lehúztuk. Vagyis hát a kubai kajánat lehúztuk, tehát valami Martinez kell, hogy bele meg egy Harrington. Tehát a nevek, azt már látjuk, hogy tipikusak. Nem hiába lett a fekának a neve, a bocsánat, a négernek a neve Bird, mert ő lesz az ugye, aki köpni fog. Tehát ugye madárkának nevezzük azt a rossz jut, aki köp a zsaruknak, úgyhogy hát összeállt a kép, és a legnagyobb klisé már is megtörtént. Lássuk a folytatást, mert ez elképesztően vicces. Eddig. Mindenképp. Hírek. Hírek kellene. Beszámolnak arról, hogy mi történt, és hogy volt üldözés, és hogy valami történik. És íme a klisés rendőrfőnök. Az igen. Kicsit vigyelek, megpróbálom lefordítani a történetet. Legközelebb majd rakunk be egy feliratot is. Ja, igen, a főnök ordítva behívja a legénységét a irodájába, miért is ne. És Daritz a neve? Nem Mendez. Mendoza, you recovered several kilos of cocaine today. Congratulations. So tell me, why does coke get stamped? Maker's mark, to prove it came uncut from the source. That's correct. And your coke had a stamp we haven't seen before. Your catch of the day claims you got it from Tyson Latchford, with whom Detective Dow has had several run-ins. I want you two to bring him in for a little chat. Sir, no. Mendoza's last run in the field, no offense, was a total clusterfuck. You're gonna okay, me and for the talk, yo. Dismissed. A lényeg az, megint csak klisék sorozata, a lényeg az, hogy új kokain van a városban, aminek van egy különleges jelzése, stamp nevezett jelzése, bélyege, és az a lényeg, hogy a magát a terjesztőt be kell hozni, a csaj természetesen ellenkezik, hogy legyen egy társa, mert miért ne ellenkezne, és azt mondta, hogy ez hát az előző akció, egy totális clusterfuck volt. Klisék sorozata, plusz még egy gamer klisét is belerakták, hogy a clusterfuck című résznél. Lesz, van itt még a multiplayerbe. Most arról beszélnek, hogy ki az, akit elkapnak, és ki ez az űrge, aki a drogot terjeszti. Legalább jó melle van. Na jó van, ennyit velük. A város szép, a játék szép, full ultrán van. Mindent, amit tudtok, láttok, mindent felhúzta a maximumra. Egyedül a nap, meg a fény, meg ezeket vettem ki az önidegesítő Battlefieldben. Itt egy kis ismerkedés folyik, beszélgetnek, természetesen elmondják, hogy Miami egy szarhely lett. Nem tudom, az egyszer elmennék Miami-ban. Na ez a
jó hangulata a játéknak, azt kell mondjam. A város él, hangulata van, természetesen valószínűleg egy teljes mása. És ez fantasztikus benne, ez egy jó dolog, ez itt jó volt. Hát ez már többet ért, mint az egész prológ együtt, ez a rész. Tehát aki városban él, az tudja, hogy... és még leállod egy ászhal, lesekvezed minket, majd nem mondtuk neki pénzt. Ez, aki tudja, aki városban él, ez belefut egy ilyesűbe, és ez hangulatos. A város jól néz ki. Tele van szeméttel, nem tudom, hogy Miami így néz ki, ennyire szemetesre. De jól néz ki, és LA vagy Miami LA, vagy francia tudja, hogy... Ez ennek hangulata van, és itt ez az a pont, ahol kezd tetszeni a játék. Ez az a pont, ahol wow, ez az szóval, hogy varázsolnak egy környezetet. Valaki természetesen elmondja, hol van nekünk Tap. Akit keresünk, ugye, mert őt kell bevinni, hogy kihallgassuk a drog ügyetek kapcsolatban. Ez jó, ez a kis túravezetés, jó, persze a klissék sorozata, megismerjük a társunkat, elmondjuk, hogy a város szar, és már nem olyan, mint a régi, de közben meg láthatunk egy ilyen élő várost, egy hangulatos várost, és jó, mert csinálták, ez ilyen Miami külvárosa. És hogy néznek? Bezzarás! A karakterek, az igazság, arra azt kell, hogy mondjam, hogy a Battlefieldnél most arról van szó, hogy megismerhetjük a karaktereket. Kinek mi a szerepe? Most beszélek az anyámról, hogy rég nem láttam, lehet, hogy meghalt, az apja is egy hülye gyerek volt. Próbálják velünk megszeretetni a karaktereket. Egy a baj, hogy a Battlefieldesek nem jönnek rá, hogy a klisés történetekkel, a klisés karakter rajzokkal, a tipikusan már 50 ezer filmben láttuk karakterisztika rajzokkal, nem fogják megszerettetni velünk. Nem rossz. Nem fogják velünk megszeretetni a karaktereket, mert nem jó a sztoria, mert nagyon szar sztoria. De vannak benne a játékban jó pillanatok. Remélhetőleg, hogy a játék kampány alatt több minden kiderül a karakterekről, mint amire gondolunk. A Call of Duty-ban mi szerettük meg a karaktereket, szinte semmit nem tudtunk szópról, de egy olyan környezetbe varázsolták bele, amit szerethetővé vált az egész. És a városban már beleszerettem. Azt kell, hogy mondjam. És megismerhetünk most magunkra jócska szörnyet. Az anyán kemény asszony volt, és úgy nevelt minket. Kemény környékre kerültünk, nem láttuk 20 év az anyánkat, biztosan meghalt, és az apád, ő is egy szadokod is volt. Na, hát ennyit tudunk magunkról egyelőre. Nagyon jó. Legalább ügyeltek a fenék animációra. Sajnál. Jó, mit nézel? Gyerek sírásra háttérben, hát fantasztikus. Ez nagyon-nagyon a helyén van. Nagyon a helyén van. Eddig a város hangulata csak annál inkább megkívántatja magát, hogy játszok a multiplayerrel, mert így értem a pályákat, hogy hogyan illeszkednek bele a multiplayer hangulatával. De fantasztikus, fantasztikus. Ez elképesztő. A szarás. Nagyon jó. Nagyon jó. Voilà, c'est fini. Na, egy ilyesmire számíthatok így a single player-rel. Tehát lehet, hogy ennyit fogok pofázni, vagy kevesebben, de bele fogok kötni mindenbe, amivel csak lehet, hogyha nektek ez nem baj. Fogunk foglalkozni a sztorival is, a jó oldalával is, az egésznek. Tehát ez a Miami tényleg ennyire koszos öcső. Hoppá, hoppá. Ezt a szöveget, hadd csak olyan, tehát megkérdezték a csajt, hogy van valami a zsebeidben. Rendőrnél, és akkor hadd csakoljam, mondta a rendőr, hogy hadd csakoljam le a zsebédet, mert tudom, hogy mit találnék benne, mire sem visszaszól nekünk, jó, biztosan tudnál. Jó, hangulata van az egésznek. De egy ilyen környéken lakni, élni, fantasztikus. Ez nekem ilyen mediterrán exotikum, a civilizált Európában ember betalálod, de mit élnek itt, majmok? Nagyon nem.
De hangulata lehet az ilyen házaknak. You feel me? You feel me? Nagyon gangster a beszéd, nagyon gangster. Most mi? Ja, én nekem kell oda menni. G, flash your patch to freeze a suspect. Az igen. Oké. Okay. Jó, a másik kettő elfut. Hát nagyon megijedtek. Kurvára megijedtek. He's my new partner, Brix. We're here to play bad cop, worse cop. Your friend Tap. Where is he? Ja, hol van? Tepet, még mindig Tepet keresünk. Okay, let's jump right to worse cop. Megüthetem? Nick, take him down. Na ez kell, hogy mondjam, srácok. Ez illegális, ha veletek ilyet csinál egy rendőr, akkor az elrablásnak számít. Tehát nem tartóztat és nem érhet hozzád egy rendőr addig, ameddig valamiféle parancsa nincs, vagy bűnt nem követtél el. Semmi, tehát nem, hogy még bűn, de ha még bűnt követtél el, akkor sem tartóztathatlan. Nem érhet hozzád egy rendőr, Amerikában főleg, de itt Angliában sem. Szóval ez az emberi jogok durva megsértése volt, hogy őszinte legyek. Anélkül, hogy három ember beszélget az utcán, abból letartóztatunk egyet, a simán elroblásnak számít, úgyhogy rendőrök, rossz rendőrök, mondjuk már most beperelhetnének minket egyébként személyi jogok megsértése miatt. Ez, ilyet egy rendőr nem tett, nem érhetsz hozzá rendőrként. Nem, mert legalábbis itt Angliában, Amerikában, nem tudom, otthon is megvan. Suspect's awareness is indicated in two ways. Jó, alert meter. Suspect become more dangerous. Jó, bro, bro. Oké, kusva. Jó. Stay back. Stay back, jó, adja utasításom, hogy jó vagy. Come on, this way, itt vagyok. Hát, na, takarodj, na. Fegyverem is lesz végre. Mikor húzunk elő a csomagtartóból egy shotgun? Doing what, detective? Attaboy. Ez jó. Magánterületre való behatolás. Így már annyi dolgot sértettük meg egy pár pillanat alatt, hogy ez így hihetetlen. Na jó volt. Ez eddig jól jár, jó, persze, benne van, de... A rendőrök játszák ezt a játékot, remélem... Tényleg, ki rendőr itt? Ki az, aki nézi és rendőr? Nem azért, hogy most itt nagy vicc induljunk, de azért mondjátok el, hogy hány dolgot sértett meg itt a két kolléga ezen a 5 perces dolog miatt. Tuti, hogy az lesz, hogy a csaj, a mocskos zsaru, én mint karakter beleszeretek a csajba, és megvédem őt, és ezért megyek én börtönbe. Tuti, hogy ez lesz. Most megkerültünk egy fényépületet, hogy eltereljük három ember figyelmét. De a város nagyon jól néz ki! A fények hangulatosak, így az egész jó, van egy élő része, de most már lelőnék valakit. Na, azt mondják, hogy ez itt Tapnak a területe, annak is azok, akit keresünk. Ha bárki meglát, elárulják neki, hogy jövünk, és akkor onnan... Elbuktuk a történetet, úgyhogy megpróbálunk belopózni. A játék ugye valószínűleg sok-sok lopózásra fog járni. De laktam gyerekkoromban ilyen... gettós környékén, hogy mondjam, ha lehet Budapestnek környékét vannak nevezni, mert hát nem, közel sincs. C, tutasz, shell, put attention a criminal in your parts. Ja, oké, C-vel dobunk el. Oké. Ja, még... Jó van, oké. Jó, ezt hagyjuk, na. Oké, az a baj, eldobtam véletlenül még egyet. És lebuktam, na. Remélem visszatom ide. Ez eléggé gázas volt. Oké. De, na mindegy, le is lőhettük volna. Jó, oké, rendben, enter, vagy nem tudom. Continue. Nice. But now what, bro? Daryl?
something fell off the roof. If the air thing breaks, I'm going to stay with my sister. Hát ilyen nincs, itt nem tök el. Na, már megint lebuktunk, hát mi a pöcsát? Itt nem lehet eldobni egy pénzérmét. Az a baj, hogy a googlás és a pénzérmedolás ugyanaz, jó? Nem bénáz ki. Void detection, jó, kussolja. Continue, continue. Jó van. Nice. Jó van, oké.